Sziasztok! Ideje megnézni, hogy miket alkottatok a szerveren. Kezdjük először a rosszabb részével. Sziasztok! Ideje megnézni, hogy miket alkottatok a szerveren. Kezdjük a szomorúbbik részével. Hát igen, benne volt a dologban az, hogy lesznek emberek, akik nagyon viccesnek érzik magukat, vagy nem is tudom, komolyan nem tudom, hogy mi értelme van ennek, hogy feljövök nagy nehezen, ugye hát 5 hely volt. Ez nem egy nagy szerver, ez nem egy nagy publikus szerver, nem arra van. Csak most ugye a hétvégén nem használtam semmire, úgyhogy kitaláltam egy ilyen dolgot. Na szóval nagy nehezen bekerülnek, és akkor a mások munkáját teszik tönkre, tehát gratulálni tudok, csak 3 embert letiltottam egyébként, és valószínűleg úgy is maradnak. Én nem tudom ezt megérteni, de tényleg, hogy nagy nehezen bekerülök, és akkor elkezdem ott szétrombolni. Most, tehát hogy mi mögött a szellemiség, vagy mi az értelme? Tehát ugye mondtam, hogy videót készítek róla, tehát azok az emberek azt szeretnék, úgy látszik, hogy lyukakat mutassak, hogy ilyen kráterekről. Hát gratulálok. Szóval sok építmény sajnos megsérült, de azért maradtak éppen is. Legközelebb lesz még ilyen akció. Legközelebb telkekkel lesz, úgyhogy nem kell az ilyen rongálóktól félni. Főleg, hogy örökre le vannak tiltva a szerverről. Szóval ez eléggé elkeserítő. Vegye úgy az a 3 ember, hogy nagyon nagy csalódás volt. Jó. Viszont akik építettek, hát egyszerűen a látványát az hihetetlen. Akkor kezdjük. Tehát... lélegzetállító. Egy kicsit szép lassan betölti. Hát igen, látszódik a sok rongálás, tehát... tessék. Akkor nézzük a lyukat, most köszönjük, nem tudom, ki robbantott, tehát... Ő, de jó, itt is így le van robbant, tehát ezt akarták, hogy ezt nézzük. Na de foglalkozunk azokkal, amik... ahogy mondjam, a kreatív munkával. Itt van egy liter water, mi van rajta? Hát ugye van egy ajándék, egy liter voltam, meg egy liter volt, Andris csinálta. Milyen ajándék van itt? Csús ajándéka. Ja, hogy így egy ajándék. És oda? Csabusa 8000 feliratkozó. Itt egy reston. Ott egy kacsa. Ez mi? Kiszáradt kóró? Pszt, itt egy pálya. Ez komoly? Az igen. Segíned kell, Sensei, valaki elrabolja a... menj tovább. Mi? Egyébként... az is ellopták. Mi? Itt ebben a lyukban lenne az útvonal, azaz szivacs. Elrabolták a szivacsot? Szerencsére a szabályzat megmaradt. Hát kéne váltanom. Mibe legyek? Akkor legyünk kalandba. Ne csalj, adventure módban játsz. Nagy, még egy liter water-t a szabályzatra. Téged Csabusának hívod. A szabály tudja az, mint a többin. Nem vetted észre, hogy hiányzik a 6-os? Hát nem. Most megnézted. Hát nem. Nem vetted észre, hogy hiányzik a 8-as, és tényleg nem. Remélem ez barrier. És nem. De hát akkor hát nem is lehet... valahol máshol vagyok, igen. Nem tudom, visszatalálok-e oda. Csak úgy röpkedtem, gondoltam, így mutogatom végig. Itt is van valami. Húha! Uh-huh.
Jó, oké, videón kívül meg fogom nézni, csak hát... Most minél több építményt meg akarok mutatni. Repülő malac. Alatt egy liter water. Mário csabusa. Itt is egy liter water. Egy kulcs. A kulcs építe, ezt is Annis építette. Vagy egy másik Annis. Akkor legyen a környéken van a kalandpálya. Itt egy, ez biztos egy YouTube-os. Ott is. Nagyon durva. Tényleg, fú. Csont, ott is csabusa. Egyszerűen... Jó, én nem számítottam rá, hogy ennyi minden lesz. Ez mi? Biztos a neve. Ja, hogy baseball sapka. Az igen. Ez igen, egy atomivertáp sétapálccal. Ez egy krokodilla. Fertőzés veszély. Ötletes ez a tábla is. Hú, de nagyon rom van. Azt mondja, itt nyugszik Csavinyó. Szegény Csavinyó. Csavusa le... Tehát kőzött ellenfelei, Kenny 26. Itt már egy gőzött ellenfelei, itt nyugszik Kála. Csabus a temető. Azt mondja, báj, van egy csap. Té. Itt is egy YouTube-us. Szóval, igen, az ember szóval eláll, nem számítottam rá, hogy ennyi minden lesz. Ez most a nyelvem? Sinyeri. Azt mondja, még 99-szer ennyi feliratkozott. Jó, itt vagy a sütihez, Maxisi, gratulálok a 8000 feliratkozóhoz. Ez egy creeper. Pesgő. 8000, wow! Jó, itt vagy magamnak a tortához. Szárnyalok az örömtől. Igen, ott a torta. Itt is valami komolyabb építmény. Ez milyen csavusa. Dávid, készítette a kidobott szivas fotelban, nézheted magad kiskorodban. Ja. Így lerombolt csabosa, hát kár értem. Szóval telkekkel lesz, és annyit sajnálok egy kicsit a telkesben, hogy hát akkor nem lehet ennyire sűrűn építkezni. Hát ugye mindenkinek ott megvan a hely, és akkor külön-külön építkeznek. De hát úgy látszik nem lehet azt úgy, mert a kézikönyv, nem is a kézikönyv, a kézókönyv. Csabusa, aki tud jumpolni. Itt egy Patrik. Egy atomübertárs Csabusa. Na, ja, na, ezt jól megmondtam. Atomübertárs sétapálcsás Csabusa. Egy kis kaja. Nagyon jól néznek ki. Készített a Catgirl Sandwich. Ez is gyönyörű száma, gyönyörű. Láda virággal. Készítette Alent és Márk. Szegény teknős.
Nem is tudok mit mondani, tehát így nézem, és ilyen elakadt szóval, tehát nem is tudom mit mondjak, nagyon látványos, nagyon jól néz ki, de ennek csak azt tudom hajtogatni, hogy nem számítottam ekkora tömegre. Itt van kulcs, és Smiley, Béltó. Kaptam e-mailben két koordinátát, azt is meg fogjuk nézni mindjárt. Igen, te azt hiszem, mesteri az út, minden videó alá körtét írja. Írjátok a videó alá, hogy krumplis tészta készítette Assassin Mester. Itt ki van írva, hogy Csabusa. A tárgyakkal. Ja, ez egy könyv, igen, de ötletes. Kulcs, itt egy krakagyila. Szóval szóhoz se jutok. Igen. Több mint 150-en jutottak fel a hétvégén. Ezt csak azért mondom, mert többen itt hajtogatták, hogy ugyanez az öt ember, ugyanez az öt ember. Nem, cserélődött az. Sajnos olyan is volt, hogy volt, aki órákig fönn volt, ás, se volt nagyon fair dolog. Tehát mondtam, hogy lehetőleg... Ó, itt is valami jó lett volna. Hogy lehetőleg ne sokáig legyetek. Ezért is kár. Nem tudom, mi lett volna. De hát legközelebb az is meg lesz oldva az idő is. Mindenki kap, nem tudom, fél, egy órát. Egy kocsi. Meg egy liter water. Azt mondja. GeForce GTX Titan by Greenman. Aha. Ez van a milyen videókártya, vagy mi a túró? Itt ez... Atomi Bertáp sétapáccal elővi a... Illuminati-t? Mi is oda? Komoly. Vagy fordítva az Illuminati lövi le. Nem is tudom, hol nem voltam. Hát egyébként természetesen hát videón kívül mindent részletesen megnézek. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik vannak itt. Hát ez olyan sok, hogy nem tudom, milyen hosszú videóban lehetne csak mindent fölvenni. Legközelebb arra is kitalálok valami rendszert. Hogy jól bemutatni minél több mindent. Nagyon komoly. De egy cilinder is. Na, gyorsan bemásom a koordinátákat. Igen, ha megnyitottam volna előre, mondjuk az egy kis könnyebbség lett volna. De nem baj. Azt mondja... Itt az egyik. Igen, az egyik megoldás az ez, nagyon ötletes, hogy messzebb ment a kezdőhelytől, és akkor így éppen maradt. Itt úgy néz ki, mint ami kalandpálya lenne, ugye command block nincs, hát igen, még az kéne, tehát ez nem is lesz soha. Majd ezt is kipróbáljuk. Szép házacska. Gyorsan még a másikat is. Minden építménynek nagyon örülök. Nagyon szépek lettek. Hát igen, itt egy külön kis város van. A csont, de miért csont? Honnan ez? Ja, elásod ki, elásod csont, vág ezt. Jó. Itt a világ.
Itt az atomüvel tapsét a pálca. Ilyen komoly. Aztán kézikönyv. Aztán YouTube-us. Aztán meg egy liter water. Atomüvertáp tűzi játék. Ja! Aha! Értem. Kulcs. Béltó. Fúj! Nagy slime. Mi? Legyegőzve. Aha. Immórendszer. Az igen. És van rajta nyirokcsomók, nyálkahártya és csontvelő. Nem is tudtam. Ki ez a szép fiú? Ragnar Piotr. Mármint ő készítette. Itt egy torony. Azt mondja, Sensei's Tower. És akkor szépen berendezett torony. Így, kemény. Hát is részletesebben végignézek, csak most minél több mindent meg akarok mutatni. Itt is egy kisebb kalandpálya. Az igen. Ez olyan, mint egy malasz, csak nincs feje. Ó, szegény. Itt is van egy malac, önnek meg arca nincs. Ez a Slender malac. Varázskút, kívánj valamit, na, megy egy liter water. Szerintem aktiválva valamit, ha beledobom. Beledobok valamit. Itt még erre. Repülő malac kulcsa, meg YouTube-ussal, meg Béltóval. Fúj, mi volt oda írva? Aztán valamit inni is kell. Fúj. Itt egy nagy üzenet, csabussal, de original. Aha, készítők felsorolva gondolom. Hát komoly lett. Igen, szóval azt sajnálom a telkes dologban, hogy nem lehet így összedolgozni, hogy utat csinálni, mert mindenkinek ott van a kis területe, és akkor azon dolgozhat. De hát muszáj lesz, azt még gyorsan megnézem. Szem nem néztem meg. 8000. Na jó, megnyomjuk azt a gombot. Hozzá, 8000. Na. Jó. És arra vannak az építmények. Itt még sok minden kimaradt, úgyhogy és itt a végén még egy kicsit pásztázom a környéket. Most olyan, mintha a csákány a sült krumpliban lenne, de nem, egy kicsit arrébb van. Fú. Jó. Aha, ülős reszton. Mindig kimarad valami, tehát annyi van, hogy hát ezen sok idő végig menni. De végig fogok menni, mondom, csak nem akarok nagyon hosszú videót. Azért így repkedek, hogy minél több minden mindent lehessen látni. Szóval, mindenkinek nagyon köszönöm az építményt. Hát nekem ez hatalmas meglepetés volt már, mint ez a tömeg. Tényleg, hogy folyamatosan fel akartak jönni. Jó, oké, arra számítottam, hogy tele lesz végig a szerver, hogy lesz, de ennyien, azt nem valahogy. Nem tudom. Most, jó, valaki erre azt mondja, hogy hát ez egyértelmű volt, de nem tudom, nekem valahogy nem. De nagyon örülök neki, nagyon jól esett, hogy ennyire érdekel titeket ez a dolog. Nézzenek, már szét van rombolva minden, nagyon szép, gyönyörű. Köszönjük annak a három embernek, nézhetjük a lyukakat, tényleg megérte. Szóval ez nekem írtó jól esett. Tudom, sokan bosszankodtak rajta, de hát most csak azt tudom mondani, hogy benne volt a dologban, tehát nem volt érdemes ezt nagyon, hogy mondjam, merre venni.
Mert hát benne volt, hogy fognak rombolni. Azért persze reménykedik az ember, hogy megúszod, de hát nem, úgy látszik. Nem csak okos nézők néznek. Úgyhogy ezeket én is nagyon sajnálom. És akkor innentől kezdve már csak telkekkel lesz ilyen. Hogy legközelebb mikor, azt nem tudom, nem is ígérem meg, majd fogok róla videót csinálni. És akkor lehet arról is szó, hogy nagyobb férőhelyjel, de ott már úgyis meg lesz abba, hogy ki meddig lehet fönt, úgyhogy azzal sem lesz probléma. Nagyon jó, tehát tényleg így az ember szava így elakad, és csak nézi, hogy azt a minden itt mennyi minden van. És mindig talál valami újat, tehát így nézelődik, oké, menj még egy kört, és akkor észrevesz megint valamit. Ezt se láttam még, pedig már itt szerintem már mentem egy kört. Itt fent is kiírások, fú, ez nagyon durva. Mindenképpen végigmegyek rajta. Alaposan. És akkor legközelebb valami rendszert kitalálok, hogy mondjuk ha telkek vannak, ott talán könnyebb lesz. De ott be vannak osztva a területek, és akkor ugye sorba végig lehet menni. Valami rendszert kitalálok, ezt jobban bemutatni. Fú, nagyon jó. Utállak, parkour. Jó, melyik építménynek köszönjünk el? Nem is tudom. Bármelyik lehetne. Legjobbat nem mondok, mindegyik nagyon, nagyon látványos. Úgyhogy aki azt várt, hogy valami értékelés lesz, nem. Ez nem egy verseny. Szakállas oroszlán. Jó legyen szakállas oroszlán, de ezen nagyon hülye fejem van. Össze-vissza nézek. Ilyen kancsa. De jó legyen ez, most ezt találtam meg. Ezzel a képpel köszönök el. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki épített. A rombolások pedig, hát, nagy csalódás volt. Szóval, a kézikönyv óvjon. És akkor most elkezdhetek nézelődni. Jó ég. Van itt valami?